végtelen király. Kezei felé kinyújtom, Jézus egyedül, te vagy a végtelen király. Végtelen király. Yeah.
csak értünk mert ez itt Jézus dicsőségben menj. Értünk mindent.
Idei.
Úr Jézus, olyan jó itt lenni a te jelenlétedben. Lord Jesus, it's so good to be in your presence here. Köszönjük azt, hogy szabadon jöhetünk ide. Thank you that we can come freely before you. Köszönjük, hogy a te szereteted lehetővé tette, hogy bárki, bármelyik ember jöhessen hozzád. Thank you for your love, which allows us to come before you, each and every one of us. És köszönjük, hogy ez a tetted, ez nem csak egy múltbeli dolog, hanem a mai nap is hat. And we thank you, Lord, that what you have accomplished is not only in the past, but it's for the present as well. Köszönöm, Uram, hogy te ma is szólni akarsz hozzánk, és ezt tudhatjuk a te igédből. And Lord, I thank you that even today you want to speak to us, and we can be sure of this from your word. Uram, úgy vagyunk itt, hogy tudjuk a gyengeségeinket, tudjuk, hogy csak a te kegyelmed az, ami képessé tesz minket arra, hogy halljunk tőled. Lord, we are here fully aware of our weaknesses and fully knowing that it is only your grace that allows us to hear from you. Uram, kérlek, hogy a te kegyelmedből vedd le most a terheinket. So Lord, I ask that by your grace you would remove our burdens. Megvalljuk azt, hogy szükségünk van rád. We confess that we need you. Csak benned reménykedünk. Our hope is only in you. És Uram, még nem minden világos, hogy merre vezetsz minket az életünkben. And Lord, the path ahead of us is not clear. De a te kereszted az mindennél világosabban ott van. But your cross shines brighter than anything else. Köszönöm, Jézus, hogy a te végtelen szeretetedet és kegyelmedet kézzelfogható bizonyítékokkal bizonyítod nekünk. And thank you, Jesus, that your endless love is proof for us Uram, köszönöm, hogy a kereszted az a bizonyíték. We thank you, Lord, that the cross is the proof for your love. Tényleg méltó vagy minden dicséretre. You are worthy of all our praise. Itt vagyunk, és szólj a szívünkhöz. Lord, we are here, and just speak to our hearts. Amen. Amen. Az elmúlt szerda estéken Elizeusnak az életét tanulmányoztuk. So in the past few Wednesdays we have been studying the story of Elisha. És láttuk azt, hogy ő belép a szolgálatba. And we have seen how he steps into his ministry. És az életének egy olyan részét nézzük meg, ahol ő nagy csodákat tesz. Now we are looking at a part of his life where he is carrying out a lot of big miracles. És az előző két fejezet az tele van ilyen nagy csodákkal. Hogyha visszaemlékeztetek arra, akkor az első csodája az volt, hogy a keserű vízből édes lett. And the past two chapters we have seen a lot of these big miracles, and if you remember the first one that he carried out was that he turned some bitter water, some poisonous water, into sweet water. Hogy egy keserű víz az megmérgezett egy egész várost, és Elizeuson keresztül Isten meggyógyította ezt a vizet. That this bitter water, this poisonous water, was harming a whole town. And through Elisha, God was able to cleanse and purify these people. Megszabadította őket ebből a helyzetből. And he really freed them, liberated them from this situation. Majd ezek után látjuk azt, hogy három királyt Isten megszabadít szintén egy szorult helyzetből, amikor elfogy a víz, amikor elmentek háborúba Moab ellen. After this, we see how he also helped out three kings who were reigning at the time. And they were going into battle against Moab, and they ran out of water. És Moab volt ez a hely, aki ellenségei voltak Izraelnek, és úgy döntöttek egy ponton, hogy ők nem akarnak több adót fizetni Izraelnek. And Moab was the place which was the enemy of Israel at the time, and they decided not to pay any more tax to the country. Hanem ők azt mondták, hogy hát, hogy ők akkor függetlenek akarnak lenni, és erre Izrael királya meggyőzi Edom királyát, és meggyőzi Júda királyát, Jósafátot, hogy menjenek, és hát rakjanak rendet ezen a helyen. And they decide they don't want to be dependent on Israel anymore, they want to be independent, and so the king of Israel decides to team up with two other kings, and they go into battle against Moab. És Jósafátról, Júda királyáról tudni kell, hogy ő az Istennek kedves volt. So Jehoshaphat, the king of Judah, we have to know that he was a good king. He was he did what was right in the eyes of the Lord. De hogy mégis valami oknál, valami gyengeségénél
okból kifolyólag ő elment ebbe a háborúba. But for whatever reason, he still went into battle and he got involved in this war. És már 7 napja úton voltak, amikor elfogyott a víz, és eszükbe jutott ezeknek a királyoknak, hogy hát hogy lehet, hogy meg kellett volna kérdezni Istent. And it had already been 7 days when they ran out of water, and so the commanders of the army decided, or they were thinking to themselves, well, maybe we should have asked God whether to go into battle. Hogy akkor most itt szomjan fogunk halni, vagy mit csináljunk, Isten? Are we going to die of thirst here, or what are we supposed to do now, God? És nem is a királyoknak jutott az eszébe, hogy megkérdezzék, hanem egy szolga szólt, hogy van itt valaki, akit meg lehetne kérdezni. And it wasn't even the kings, the rulers of the nations, who remembered to do this, to pray to the Lord, but it was one of the servants who said, there is someone here that we could ask about this. És erről a valakiről azt írja a 3. fejezetben az ige, hogy csak annyit tudtak, hogy ő volt az, aki Illésnek a kezére vizet hordott. And the only thing we know about this person, this somebody who was able to help, the word says in chapter 3, is that he was the one who carried water to Elijah to wash his hands. Hogy Illés volt Istennek a nagy embere, és itt van ez a valaki, aki igazából csak egy vízhordó volt akkor. That Elijah was this great man of the Lord, and then there's this somebody next to him who was just really there to carry water for him. Akiről nem tudunk semmit, csak az, hogy fogta ezeket a vizes vödröket, és amikor Illésnek piszkos volt a keze, akkor odavitte. We don't know anything more about him other than the fact that he carried water to Elijah whenever his hands were dirty. És csak gondoljátok el, hogy mekkora volt a döbbenet a 3 királynak az arcán. And so imagine the shock on the faces of the kings. Amikor ez a szolga, a szemükbe ez a senki azt mondta, hogy Isten meg fog menteni titeket. When this servant, this nobody in their eye said, God is going to deliver you. Hogy eljön és azt mondja, hogy megmentelek titeket, de csak azért, mert Jósafát az kedves Istennek a szemébe. That szóval ássatok gödröket, és én megtöltöm vízzel, ezt láttuk múlt órán. That God would say, I am going to come and save you and deliver you, but only because Jehoshaphat is kind, or he's good in my eyes. So what you're to do is to dig some holes, and I will fill these up with water for you. És Jósafát ott megmentette Isten, és nem csak őt mentette meg, hanem megmentette a seregét, meg megmentette ezt a másik 2 királyt is. Sőt, győzelmet adott nekik. So we see how God saves not just Jehoshaphat here in this situation, but the 2 other kings as well and the whole nation, but also he gave them victory in their battle. Hogy megszabadítalak titeket a szomjúságból, megszabadítalak titeket abból a helyzetből, amiben bele navigáltátok magatokat egy ember miatt. That God said, I'm going to save you from this situation, I'm going to save you from dying from thirst, and from this situation that you have navigated yourself into. És mindehhez Isten Elizeust használta, akire azt se tudták, hogy kicsoda. And for all of these things, God used Elisha, who was a nobody, an unknown person. És tudjátok, hogy Elizeusnak mit jelent a neve? Do you know what the name Elisha means? Azt, hogy Isten megszabadít. It means God is my salvation. Hogy Isten megszabadít. God is my salvation. És én azon gondolkodtam, hogy mi az, hogy mi, hogy lehet egy névhez méltó életet élni. And then I was thinking to myself, well, how can one live a life worthy of their name? És tudjátok, hogy engem Balunak hívnak, de nem ez a hivatalos nevem. So you know that people call me Balu, but that's not my official name. Hanem Balázs. It is Balázs. Sőt, van egy második nevem is, Márton. And I have a middle name as well, which is Márton. Mindkettőt a nővérem adta, ő döntötte felől, nem tudom, miért engedték szüleim. I was given both of these names by my older sister. I don't know why my parents let her decide. De itt nem egy ilyen névről beszélek, amit a szülők adtak nekünk, vagy nem egy becenévről beszélek, amit ránk ragadt. But here I'm not talking about a name that was given to us by our parents or a nickname that just stuck around. Nem arról a névről, ami a személyedben van. And not the name that's found in your ID. Hanem ennél egy sokkal, de sokkal, de különlegesebb névről. There's a name which is a lot more special than this. Arról a névről, amit Isten adott nekünk. The name that is given to us by God. Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, 2. fejezet 17-es vers, akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki egy fehér kövecskét is, és erre a kövecskére írva új nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Jesus is the following in Revelation 2:17. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Aki hiszi azt, hogy Jézus az Úr, Jézus a megváltó, Jézus a Krisztus, annak új neve van. So if you believe that Jesus is Lord, that he is your Redeemer, your Savior, and he is the Christ, then you are given a new name. És ez persze nem azt jelenti, hogy most akkor ezeken a neveken kell szólítanunk egymást, mert nem látjuk azt, hogy Elizeus se úgy szólították, hogy szia, Isten megszabadít. And it's not like we have to, you know, call each other by these new names, because you don't see people calling Elisha saying, oh, hi there, God is my salvation. Ezt a nevet, ezt senki nem tudja, csak az, aki kapja. This name is hidden, it's secret, and it's only known to the person who receives it. És úgy válik egyre inkább valóságosabbá ez a név, ahogy Istennel egyre inkább mélyebb és intimebb a kapcsolatod. And the more your relationship with God grows deeper and more intimate, the better or the clearer it will become to you what this name is for you. Úgy kezd kirajzolódni ezen, hogy mi van ezen a kicsi kis fehér kövön. The more it will become clearer what is written on this little stone. És az Istennel való kapcsolatunk egy intim kapcsolat, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk olyan nevek lennének rajta, mint hogy a szerelmes párok szólítgatják egymást. And our relationship with God is an intimate relationship, but that doesn't mean that we are to, you know, call each other like lovers do. Mókuskám. Like my sweetheart. Aranyvirágszálam, kicsim, kedvencem. My, I don't know, babe or honey. Just like cute little names. Hanem ezen a fehér kis kövön, ezen valami olyan név szerepel, ami visszatükrözi Isten dicsőségét. But instead, the name written on this little white stone is a name that reflects the glory of God. Hogy visszatükrözi az ő szeretetét, visszatükrözi az ő jóságát. It reflects your love, his love rather, and his goodness. És ezek nagyon-nagyon egyszerű szavak, mint például Elizeusnak, hogy Isten megszabadít. And these are very simple terms, simple phrases written on the stone, like for Elisha, God is my salvation. És azt gondolom, hogy Elizeusnak két dolog kellett ahhoz, hogy ehhez a névhez méltó életet tudjon élni. And I believe that Elisha needed two things to live a life worthy of his name. Méltó életet, hogy aztán, amikor a mennyben meglátja tényleg ezt a követ, akkor ne meglepetés legyen neki. A life worthy of his name, so that when he goes to heaven and sees his, receives this stone, it wouldn't be a surprise to him. Hogy amikor a mennybe majd belép ezzel a kővel, és megfordítja azt, akkor ne azt gondolja magában, hogy mennyi mindent kihagytam. That when he finally receives the stone in heaven, he wouldn't just think to himself, all the things that I have missed out on. Hogy mennyi mindent tehettem volna. Or, you know, all the things I could have done. Hogy az a név, amit adtál nekem, Istenem, abban sokkal több volt, mint amit én elvettem. Or the name that you have given me, Jesus or God, has so much more in it than what I have taken away from it. Isten vágya az, hogy már ebben az életben tudd és vágyd azt, hogy mi van azon a név, mi az a név. Instead, it is the desire of God that you would know what that name holds for you. És akkor az nem lesz meglepetés, mert akkor abban élsz, amit Isten eltervezett az életeddel. And then it wouldn't be a surprise when you receive it, because you live out what God had planned out for your life. Hogy hitben és hűségben jártam, és akkor a nevemhez méltó lesz a jutalom a mennyben. That I lived a life of faith in faithfulness, and then receiving that name in heaven, I will have lived a life worthy of it. És akkor ott a mennyben majd nem lehet mást mondani, csak azt, hogy köszönöm a te jóságodat, köszönöm azt a sok áldást, amit te itt, ebben az életben adtál nekem. And then once that happens in heaven, receiving that new name, all you would be able to say is, thank you, God, for all the goodness, all the kindness that you have given me in this lifetime. Hogy már ebben az életben, Atyám, te voltál az, aki megdicsőültél. That in my life, you were the one who was glorified. Hogy köszönöm neked azt, hogy kerestem, és miattad találtam. Köszönöm neked azt, hogy én kértem meg, hogy adtál. Köszönöm neked azt, hogy zörgettem, és te ajtót nyitottál. Thank you, Lord, for the times when I was searching and I found because of you, and for knocking on the door and you opening the door for me. És tudjátok, hogy ez a név ezekben a zörgetésekben, ezekben a kopogtatásokban, ezekben a keresésekben van elrejtve. And this name is hidden in these times when you're knocking on the door or searching for that path. Amit nem tud más, mert ez egy titkos név, amit Isten adott neked. And nobody knows that name for you except for you, from God.
És mint mondtam, két dolog kellett ahhoz, hogy Elizeus a nevéhez méltó életet éljen. So like I've mentioned, Elisha needed two things to live a life worthy of his name. Hogy Isten megszabadít, kellett az Isten hívása, mert anélkül lehetetlen, és kellett a felkészülés. So for his name, God is my salvation, he needed a calling for his life, and then he also needed a time of preparation. És ez a kettő, ez sokszor egy. And then often these two things come together as one. És azt mondják, hogy Elizeus körülbelül 6 évet szolgált Illés mellett. És körülbelül annyit ismertek róla ebben az időszakban, hogy ő volt az, aki vitte a vizet Illésnek a kezeire. And what we know about Elisha is that he spent about 6 years serving alongside Elijah. And all we know about him and his ministry at the time was that he was the one carrying water to him whenever he needed it. Hogy ott volt, kitartott mellette, követte őt, és vitte azokat a vödör vizeket Illésnek a piszkos kezeire. That he was always there, he was persistent in his ministry, and he always just took those jars of water whenever Elijah needed it. És azon gondolkodtam, hogy ebben a 6 évben neki mennyi álmát, mennyi elképzelését kellett föladnia. And then I was thinking, well, during these 6 years, just imagine all the dreams and all his hopes that he had to give up for his life. Hogy egyszer, amikor eljön az idő, eljön Istennek az időzítése, akkor olyan dolgokat tegyen, amelyek sokkal, de sokkal a maradandóbbak, mint amit addig tett. So that when the time came and when the time was right for God's timing, he would be able to do bigger and greater things than he could hogy imagine. Hogy méltó legyen ahhoz a névhez, hogy felnőjön ahhoz a névhez, hogy Isten megszabadít. And he would be finally be worthy of that name and just live up to the name, God is my salvation. És lehet, hogy te is így vagy benne, hogy azt érzed, hogy csak hordod ezeket a vödröket, és nem látszik a vége. And maybe you're feeling like this too right now as well, that you're just carrying those buckets of water and endlessly, like seeing no end to it. De egy nap, amikor eljön Isten időzítése, akkor hálás leszel azért, hogy hűséges voltál ebben az időszakban. But then one day, when God's timing finally comes, you will be thankful for this time of preparation and being faithful in it. És hogy mennyivel inkább hálásnak kéne lennünk az ilyen időszakokért, a felkészülés időszakokért. Mert tudjátok, hogy a felkészülés miről szól? So we should be so much more thankful for these times of preparation that we are given, because do you know what these time periods are really about? Arról szól, hogy felkészüljünk az előttünk álló küzdelemre. It prepares us for the battle or the challenge ahead of us. Hogy felkészüljünk arra, amire Isten hív mindannyiunkat. To prepare for all the things that God calls us to. És Isten szerintem nem véletlenül visz bele olyan időszakokba, amikben nem látszik a vége. And I think it's no coincidence that God takes us into situations that are seemingly sort of endless, that we don't see where they end. Hogy nem véletlenül enged bele, nem véletlenül visz le a legaljára, azért, hogy utána el tud engedni mindazt, amit te szerettél volna, azért, hogy aztán ő adjon olyan vágyakat, olyan álmokat, amik tőle vannak. So it's no mistake that he allows you into situations or even to the very bottom of the pit so that you would be able to just let go of all the things that you are holding on to and clinging to for life and instead that he would be able to fill you with all the good things that he had prepared for you. Hogy meg tudja az életet tölteni jóval, meg tudja az életet tölteni csodákkal. To fill your life with all his goodness and all his miracles. És lehet, hogy azt érzed, hogy az életed az igazából egy nagy felkészülés. Egyik felkészülés jön a másik után. And maybe you feel like your whole life is a preparation. There's just like one time period of preparation after another. Hát rossz hírem van azoknak, akik azt gondolják, hogy a mennyben nem fogunk dolgozni. Bad news for those of you who believe that in heaven there will be no more work to do. Hogy lakomázunk, meg ülünk a felhőkön, Bálint hárfázik. You might think, well, we're just going to be sitting around, feasting, and somebody's playing the harp in the background. Isten az, aki teremtette a munkát. Isten az, aki teremtette a célt. Isten az, aki teremtette a feladatot. God is the one who created work, and he's the one who's created the goal, and he's the one who's created the task. Így azért már fura a menny, nem? So it's dolgozni kell. Strange to think about heaven that you have to be working there. De volt olyan veled, hogy belefeledkeztél abba, amit éppen csinálsz, hogy az idő az időtlennek tűnt? Have you ever found yourself just losing yourself in whatever you're doing because just time just flies past? Hogy azt csináltad, amit szeretsz, és nem számított az, hogy mennyi idő meg energia megy el vele, mert elvesztél benne.
that you were doing what you love doing, and because of that, it didn't matter how much time it took, because you just kind of lost yourself in it. Én egy kicsit hasonlónak érzem majd azt, hogy milyen lesz majd ott a mennyben. This is kind of how I imagine heaven to be. Hogy ott a munkánk, vagy a célunk, vagy a feladatunk az értelmes lesz, az pihentető lesz, az élvezetes lesz. That our work there, our task and our aim is going to be relaxing there and it's going to be enjoyable. Hogy Isten eredetileg ilyennek tervezte el a munkát. Hát akkor mennyivel inkább ilyen lesz a mennyben? This is how originally God created work to be. So how much more will it like be like that in heaven? Sőt, Pál azt írja a korintusi levélben, hogy angyalok felett ítélünk majd. And Paul actually says in the letter to the Corinthians that we will be judging over, or we will be judging, we will be judges over the angels. Hát ez mekkora felelősség? That's a huge responsibility. És hogyha ez ekkora felelősség, akkor a felkészülés időszakait mennyivel inkább ki kell használnunk? And if it's such a great responsibility, then how much more should we be using our time of preparation here on earth? Hát használd ki úgy, ahogy Elizeus tette. So use it like Elisha did. És én azt szeretném, hogy ezeket az időszakokat ne csak kibírja az ember, ne csak úgy túlélje. And I'd like for us not to just survive these time periods, just to get through them. Jó, kihúzom addig, ameddig vége, aztán vége, és akkor végre nyugi van. Saying, oh well, I'll just make it until I have to, and then after that I'll relax. Isten az nem túlélésre hív, hanem győzelemre hív. But God doesn't call us to just survive or get by. He calls us to be victorious. Ez a vers, amit felolvastam a jelenésekből, ez se úgy kezdődik, hogy aki túléli, vagy aki kihúzza a végéig, hanem úgy, hogy aki győz. This verse that we read from Revelation doesn't start by saying whoever makes it to the end or whoever survives this time. It says whoever is victorious. És igen, ez egy küzdelmes élet, de ki mondta azt, hogy a küzdelmekben nekünk levert seregként kell viselkednünk? And yes, life is challenging and it's a long battle, but who said that we are to survive this challenge to just as losers? Hogy túlélő állapotba kell lennünk, ez a veszteseknek a jelleme. That we nem a győzteseké. We are to just make it by like losers, just surviving it. This is a characteristic of losers, not victors. Győzedelmes az, aki tudja, hogy miért harcol, aki tudja a történetnek a végét, tudja azt, hogy Jézus meghalt a Golgotai kereszten. Victorious is the person who knows the end of the game, who knows that what the path is set out ahead of us, that Jesus died on a cross for our sake. Tudja azt, hogy föltámad, tudja azt, hogy emiatt van örök élet, tudja azt, hogy Isten jó, szeretete az örökké tart. They know that Jesus rose again from the dead, that he is victorious over sin, and that he has forgiven our sins, and he's good, and gives us goodness. És hogy ebben az életben van egy pártfogónk, van egy segítőnk, van egy vigasztalónk. And in this life we have a comforter, we have a helper, and we have a counselor. És az a vágyam, hogy ne csak tudjuk ezeket, hanem használjuk és kezdjük el élvezni ezeket a küzdelmeket, amikben benne vagyunk. And my hope is that we wouldn't just be aware of these things, but instead we would be able to sort of enjoy the battle, start learning to enjoy it. Istenem, mutasd meg nekünk, hogy tudjuk megtanulni ezeket a küzdelmeket élvezni. God just revealed to me how to start enjoying these challenges. Hogy ne úgy, mint levert hadsereg masírozzunk, hanem mint győztes haderő, Isten harcosai. That we wouldn't just be trodden along like downbeaten army of God, but instead marching forward like the victorious army we are. Akiket Isten tesz nagy harcosokká. As ones who are made great warriors by God. Hogy aztán, amikor eljön az idő, akkor nagy csodákat tegyen általunk. So when the time is ready, he would be able to carry out these great miracles through us. Hogy megváltoztasson életeket, hogy megmentsen életeket, használva a mieinket arra, használva a mi felkészüléseinket. To change lives through us, to save lives through us, all the while using us and using our challenge, our battles. Hogy aztán másokat is ő hozzá vezessen, és ők is megkapják azt a kicsi kis fehér követ, ami rajta van egy új név.
So that through us, others might be drawn closer to him, and then later on given those little stones that has a new name for them. Ezek a csodák. These are real miracles. És egy ilyen csodát fogunk ma is megnézni, hogy valaki a nevéhez méltóan cselekszik, és Isten rajta keresztül megszabadít valakit. And this is the kind of miracle we are going to be looking at today. Somebody living out their life according to or worthy of their name, and God working out a miracle through them. Szóval a királyok második könyve, negyedik rész, 1-4-ig fogom felolvasni. So we are in 2 Kings 4, and we are reading verses 1-4. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád, az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, hogy mi van a házadban. Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálat házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj és kér kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Ezután menj be, zárd magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, az tedd félre. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons, and pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Szóval itt van ez az asszony, aki a fiaival együtt a férje halála miatt eladósodott. So we have this woman, and along with her children, because of the death of her husband, she's in debt. És kilátástalan helyzetbe került, mert nem tudta visszafizetni az adósságát, és jöttek a hitelezők, és azt mondták, hogy akkor elviszem a gyerekeidet. So she's kind of in a helpless situation because she has all this debt, and then the people can come to collect all the money from her, and they say that they're going to take her boys as slaves. És ez az asszony, ez jó helyre ment, mert ahhoz az emberhez ment, ahhoz az emberhez kiáltott, azt olvasod, akinek az a nevének a jelentése, hogy Isten megszabadít. And this woman went for the right person for help because it says that she shouted for help to him. Because he went to the man whose name means God is my salvation. Hogy ennek az asszonynak nem maradt más esélye, csak az, hogy Isten megszabadítja őt ebből az elkeseredett helyzetből. This woman had no other solution to her situation, but that God would deliver her from this dire situation. És ekkor Elizeus megkérdezi tőle, hogy mi az, amit érted tehetek? And then Elisha asks, well, what can I do you? What mi do van, you do you for? Mi van, ami a házadban van, vagy más szavakkal élve, mi az, amit van, amiből Isten csodát tud tenni? He says, what do you have in your house? Or in other words, what do you have that God can use to carry out a miracle? És erre az asszony azt mondja, hogy csak egy korsó olaja van, de más nincs. And she says, all I have is a jar of olive oil. És el tudjátok képzelni azt, hogy milyen körülmények között volt ez az asszony, amikor már nem volt más nála, csak egy kicsi kis tubos olaj, meg a sok-sok adóssága. So imagine her situation, the circumstances under which she's living, where she doesn't have anything other than a small jar of olive oil and all her debt. Szerintem, mint a többség el sem tudja képzelni azt, hogy milyen az, amikor tényleg nincs semmi. Én sem. I think most of us here, including myself, would not be able to actually imagine what true poverty looks like when you really don't have anything. De akivel eddig beszéltem és ilyen helyzetbe került, azt talán egy szóval lehetne leírni. A szó pedig az, hogy kétségbeesés. And you know, whenever I've spoken to someone from a similar situation, describing that situation with one word would be desperation. És ebben a pillanatban Elizeus azt mondja neki, hogy oké, nincsen semmid. Nem tudod, hogy mit adsz adni a gyerekeidnek holnap, sőt igazából azt se tudod, hogy lesznek-e ott gyerekeid holnap. And so Elisha says, okay, I see that you have nothing. You don't even know how or what you're going to feed for your children tomorrow or whether you're going to have your children there tomorrow at all. Elizeus azt mondja, hogy fogd, amit van, és Isten azzal fog csodát tenni.
Elijah says to her, take what you have, and God is going to use that for a miracle. Hogy nincs másra szükséged, csak arra, hogy higgy abban, hogy Isten abból a kevésből, amit van, abból tud eleget tenni. És nem csak eleget, hanem sokat. That you don't need anything else but the faith in believing that God is able to use that little that you have to make it more, to make it abundant. Szóval menj és kérj kölcsön a szomszédaitól üres korsókat, hogy aztán legyen hova tölteni azt az olajat. So go around and your neighbors and ask for empty jars so that you're able to pour your oil into them. Mert ez a kevés, ez meg lesz sokasítva. Because that little oil that she has is going to be multiplied. Mennyi hit kellett ennek az asszonynak ahhoz, hogy elmenjen a szomszédhoz és bekopogjon hozzá? How much faith did this woman need to be able to just go next door and knock on the door? Gondold el, hogy milyen furcsán nézhettek a szomszédok, akik mondjuk ismerték az ő helyzetét, hogy mit akarsz ezekkel az üres korsókkal már? And imagine how strangely the neighbors would be thinking, well, knowing her situation, what do you want with our empty jars now? Hát ember, mindjárt elviszik a gyerekeidet, inkább fuss el, csekkolj ki, hagyd itt az egészet. Your children are just about to be taken away. You should just, you know, leave them. You should just give up your situation now. Te meg itt gyűjtögeted az üres korsókat. Miben hiszel te egyáltalán? And instead you're gathering empty jars. What do you even believe in? És figyeljetek, mert így folytatódik a történet. And this is how the story continues. Az asszony elment és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat, ami pedig marad, abból élj a fiaiddal együtt. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one, but he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Ez az asszony fogta magát, ráállt azokra az ígéretekre, amiket Elizeus adott, és elment és kölcsönkérte azokat az edényeket. So this woman stood up, stepped into the promises that, or into the, yeah, the promises that Elisha had made her, and asked for these jars. És elkezdte töltögetni őket. És azok az olajos edények, azok szép sorjába teltek meg. And she started pouring oil into these new jars, and one by one they started filling up with oil. És az az érdekes, hogy nem egyik pillanatra a másikra lettek tele ezek. And it's interesting that it wasn't just one moment from one moment to the next that these jars were full. Hanem amikor az egyik megtelt, akkor fogta a másik üreset, és elkezdte abba töltögetni, szép sorjába. But instead when one was filled, they took another one and slowly started filling that up again one by one. És szerintem Istennek a csodái legtöbbször így működnek ilyen szép lassan. Én úgy kívánnám, hogy gyorsabban mennének, de nem, ezek szép lassan jönnek. I think for the most part, this is how the miracles of God are working out in our lives. We wish that they would be faster, but I think this is how they work. Ugyanúgy az egyik olajos edényben az olaj szép lassan átfolyik a másikba. Just the way one jar pours oil into another one. Miközben Isten a számít arra, hogy mi is közreműködői legyünk az ő csodáinak. While God is expecting us to be co-workers in his miracles. Mert az asszonynak el kellett menni a szomszédjaihoz. Az asszonynak meg kellett fogni azokat az edényeket, be kellett csukni az ajtót, és meg kellett emelni, és szép lassan kellett töltögetni ezeket az olajos edényeket. Because this woman had to go next door, ask for these jars, take the jars, and start filling them up one by one. És én azon gondolkodtam, hogy elég lett volna-e, hogyha mondjuk ez az asszony imádkozik csak azért, hogy teljenek meg ezek az üres edények. And then I was thinking, well, wouldn't it been enough if this woman had just prayed that these jars would be filled with oil? Én azt gondolom, nem, mert a proféta nem ezt mondta neki. And I think it probably wouldn't have worked because that's not what the prophet had told her. Vagy elég lett volna az, hogyha mondjuk ő csak vigasztalja a gyerekeiket, hogy nem lesz semmi gond, 7 év múlva találkozunk. Or would it have been enough if the woman just started consoling her children saying, oh well, I'll see you again in 7 years. Talán megismersz. Maybe you'll recognize me. Nem ez történt. But that's not what happened. Hanem azzal a kevéssel, ami volt neki, azzal nekiállt szépen töltögetni egyikből a másikba.
With whatever little amount she had, she started pouring oils into the new jars one by one. És hogy bármennyire is értelmetlennek tűnt a feladat, de elkezdte és hitt benne, amit Isten mondott neki. And no matter how pointless this task seemed to her, she did it faithfully because she believed in what God had said. Pedig Elizeus nem is azt mondta neki, hogy tedd ezt, és az adósságaid azok ki lesznek egyenlítve. Even though Elisha never said that by doing this her debt would be paid. Hanem csak azt mondta, hogy ha egy megtelik, akkor azt rakd félre. All he said is that if one is filled, then just put it aside and start with a new one. És lehet, hogy ez most itt tanács pároknak. And maybe this could be an advice for some of you. Akik ilyen kilátástalan helyzetbe kerültek. If you are in a hopeless situation. De Isten pont az ilyen kilátástalan helyzetekbe tud csodákat tenni emberek. But God is able to use these hopeless situations to carry out his miracles. De mi kell hozzá? What do you need? Meg kell indulni azzal a kevéssel, amink van, és hinni az Úrban, hogy ő tud csodát tenni. You need to set off with that little that you have, believing that God is able to carry out a miracle. Hinni abban, hogy Isten az meg tud tartani. Believing that God is able to keep you. Hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával senki nem tudja közületek meghosszabbítani az életét, még egy arasszal se. On the Sermon on the Mount, Jesus says, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? Hogy mennyivel értékesebb vagy az ég madarainál? How much more valuable you are compared to the birds of the sky? Mennyivel többet adott neked Isten, mint az égi madaraknak? And you have been given so much more than those birds up in the nem sky. Az aggodalom fogja előrébb vinni az életünket, hanem a hit, and Istenben való hit. It is not your worry or anxiety that is going to move your life forward, but instead faith and faith in God. És ez az asszony, ez hit Istennek, és a kevésből elég lett. And this woman believed God. She had faith in God, and that little that she had turned into enough. Sőt, addig folyt az olaj, ameddig meg nem teltek, ameddig volt hova. És miután elfogytak az üres edények, azután elállt az olaj. And actually the oil kept flowing until or as long as there was a new jar to pour into. And the moment that they ran out of empty jars, the flow of the oil stopped as well. Hogyha az asszony kevesebb üres korsót készít elő, akkor sokkal kevesebb olaj lett volna. Ha többet készít elő, akkor sokkal több olaja lett volna. If the woman had prepared a lot few jars, then she would have a lot less oil. And if she had prepared a lot more jars, she would have a lot more oil by the end. Az asszony volt az, aki eldöntötte azt, hogy mennyi a maximum. It was the woman herself who decided what that maximum would be. Nem Istenen múlt ez a csoda. That didn't depend on God. És ez mennyire igaz ránk is, hogy Isten mennyire bőségesen ki akarja ránk árasztani az ő áldásait, a lelki ajándékait. And it's so true of us as well that God wants to share his abundant blessings and his goodness with us. Hogy ez rajtunk múlik, hogy mennyit akarunk ebből elfogadni. But how much we receive from that depends on us. És volt még egy valami, ami elengedhetetlen volt ez a csodához, elengedhetetlen volt ez a szabaduláshoz. And there was one more thing that was necessary for this miracle and necessary for this freeing or salvation. Hogy üres edénynek kellett lenni. That she needed empty jars. És megengedni azt, hogy a megoldás, az áldás, az a csoda, az nem biztos, hogy azon az úton érkezik, amin én elképzeltem. Allowing that idea that the miracle or the salvation or the solution to my issue wouldn't come from the place that I had imagined. Mert hogyha az asszonynak lett volna valami értéktelen, valami haszontalan ezekbe az üres edényekbe, akkor Istennek nem lett volna helye tölteni a drága olajat. Because if this woman had been storing something useless in these jars, then God wouldn't have been able to use them to pour precious oil out of. És itt már nem erről a kétségbeesett helyzetről beszélek, nem egy anyagi bizonytalanságról. And now we're not talking about that desperate financial situation anymore. Hanem egy sokkal, de sokkal a fontosabb dologról, rólad. But actually something much more important, and it is you. Hogy engeded-e azt, hogy Isten csodát tegyen veled, és megtöltsön azzal, amivel ő szeretne látni.
Do you allow God to do a miracle in you and to fill you with whatever he wants to fill you with? És tudjátok, mivel szeretne Isten látni minket csordultig? And do you know what he wants to fill us up to the brim with? Az ő lelkével. It is his spirit. Az Isten szeretné azt, hogy üres edények legyünk, hogy God, ő töltsön fel minket a lelkével, a lelki ajándékaival, az ő áldásaival, amiket ő előre eltervezett. God wants us to be these empty vessels so that he would be able to fill us up with his Holy Spirit and all the goodness and all the blessing that he had prepared for us in advance. És nem csak azok a lelki ajándékok, amiket mi nagyon szeretünk, a gyógyulások, a profétálás, a nyelveken szólás. And this is not just the gifts that we so like, that are popular, like healings and prophecies and speaking in tongues. Mert ezek természetfeletti dolgok, és ezekben igenis így valahogy nagyobb bizonyosságunk van, hogy ezek Istentől vannak, because mint azok, amik mondjuk kevésbé lennének látványosak. These are supernatural gifts, and they serve as maybe like a clearer example of how God is working in our lives, rather than the ones that are less obvious. De a kevésbé látványosak is ugyanolyan fontosak, és ilyen például a könyörület, a vezetés, a segítség, az adakozás, bátorítás. But I think that the ones that are less obvious or less of an obvious spectacle are just as valuable, if not more. Hogy ezek such as mercy and leadership and kindness and love. Hogy ezek ugyanolyan értékes kegyelmi ajándékot, mint azok, amiket egy misztérium vesz körbe. And these gifts from the Holy Spirit are just as valuable as the ones that are kind of mystified. Sőt, ezeket Isten sokkal bőkezűbben adja, mint amazokat. And God is a lot more generous in distributing these than the others. És egyébként annyira tetszik az, hogy Elizeus a végén azt mondja az asszonynak, hogy fogd az olajat, add el, fizesd vissza az adósságod, és élj tovább a fiaiddal. And I really like what Elisha tells this woman here at the end. He says, take the oil, sell it, pay back your debt, and then go and live on the rest of it with your sons. Hogy ez olyan értelmesnek hangzik. This just makes sense. It's so intelligent. Hogy ez józannak hangzik. It sounds kind of sober. És Isten ilyen lelket adott nekünk, ami józan. And this is the spirit that God has given us, a spirit of sobriety. De ugyanúgy az erőnek meg a szeretetnek is a nyelve. But this is also a language of love and faith or power. És szerintem sokszor nehéz józannak lennünk keresztényként. And I think it's quite a difficult task as Christians to remain sober. Tudva azt, hogy a mennyei atyánk az milyen csodákra képes. Knowing what our heavenly Father is capable of in terms of miracles. Hogy milyen természetfeletti dolgokat tud mutatni. And how he can reveal these supernatural things to us. És nem baj, hogyha várunk ezekre, sőt, az ige mondja, hogy kitartóan kérjük ezeket a dolgokat. Isten szeretné ezt adni nekünk. And it's not an issue if we are waiting on these things to happen and expecting them, because the Bible, the word of the Lord says to expect to see these and to ask for these to come. Jézusnál is azt látjuk, amikor kiküldte a 12 tanítványát, akkor azt mondta, hogy hatalmat adok nektek a tisztátalan lelkek felett, hogy gyógyítsatok mindenféle betegséget, mindenféle gyengeséget. This is what we see in Jesus' example as well. When he sends out his 12 disciples, he says, I will give you authority over unclean spirits and to drive them out. Ez is valóság. This is reality. És az is valóság, hogy a Szentlélek az megnyilvánul a mindennapjainkban. And it is also a reality that the Holy Spirit reveals himself in our everyday life. Ahogy elmész dolgozni, ahogy a családodban viselkedsz, ahogy szolgálsz a gyülekezetben, ahogy kommunikálsz másokkal, ahogy ránézel a villamoson a szomszédra. As you go to work, as you relate to your family, as you serve or minister in the church, as you relate to the person sitting next to you on the tram. Úgy, hogy visszafizeted az adósságot, ahogy az asszony tette. By paying back your debt, like this woman did. Az élet valóságában élni Isten szent lelkével. Living the reality of life with the Holy Spirit of God. És ezért mondja a proféta, hogy menj és élj tovább a fiaiddal együtt. Which is why the prophet says, go on and live your life with your sons. És igen, az élet az mérhetetlenül komplex. And yes, life is unbelievably complex. De hogy ilyen apró dolgokban áll össze.
And it is made up of these tiny little things. Hogy vannak nagy csodák, amikre várunk, de a nagyobb része azok pont ezek a mindennapi egyszerű dolgok. And there are some great miracles that do happen in our life, but for the most part, it's these tiny, these smaller miracles that happen. Egy nagyon gyakorlatias Istenünk van, aki a mindennapok lefolyásán keresztül tesz csodákat. We have a very practical God, and He's able to work out His miracles through our everyday life. Hogy látod ezeket a csodákat? Do you see these miracles in your life? Hogy megtaláltad ezekben a csodákban a helyedet? Have you found your place in these miracles? Tudod, az óra elején egy kicsit beszéltem ezekről a kis fehér kövecskékről. So at the beginning of this study, I have spoken a little bit about these white stones. Ugye, amin szerepel egy név, egy mennyei név, amit Jézus adott. There is this new heavenly name written on these stones. És én azt gondolom, hogy ez a név, ami rajta van ezen a kicsi fehér kis kövön, ez a Szentléleknek a munkáját tükrözi vissza az életünkbe. And I think that the name written on these stones for each of us is one that mirrors the glory of the work of the Holy Spirit. A Szentlélek dicsőséges munkáját, Isten arcát, az ő szeretetét, az ő jelenlétét. It reflects the glorious face of the Lord and His work and His love in our life. Mi van a te kövedre írva? So what is written on your stone? Mi van, amit csak neked adott Jézus? What is something that only you were given from God? Hogy tudod-e, kéred-e, keresed, vagy hogyha már megvan, használod-e? Do you know what this is? Are you looking for this? Or if you already have found out what it is, do you use it? Mint Elizeusnak a nevén, hogy Isten megszabadít. Like with the name of Elijah, that God is my salvation. Tudod, mi van? So Isten megsegít. What's written in your name? That God is my help? Isten gyógyít. That God is my healer? Épít. Or God is my builder? Isten vezet. God is my guide? Isten vigasztal. That God is my comfort? Isten gondoskodik. That God is my provision? Isten harcol. That God fights for me? Amikor majd belépünk a mennybe, and whenever we step into heaven, és ott állunk ezen a mennyei mennyegzőn, és Jézus odaadja nekünk ezt a kicsi fehér követ. And we are taking part in that heavenly feast, and Jesus then hands that little white stone over. Én azt szeretném látni, hogy amikor megfordítjuk, I hope that when we turn that stone around, akkor az van rajta, amit reméltem. That it is whatever is written on it is what I was hoping for. Az, hogy ezt tette velem Isten lelke ebben az életben. That this is what God, the Spirit of God worked out through me in this life. Most az este folyamán szeretnénk ezekért imádkozni. So for the rest of the evening we want to be praying for these things. Itt lesz elő az imacsapat, gyertek bátran. We will have the prayer team here at the front, so come forward. Szeretnénk látni azt, hogy Isten lelke munkálkodik ebben a gyülekezetben. We want to see the working of the Holy Spirit in this church. Mennyi atyám, köszönjük a te igédet. Heavenly Father, we thank you for your word. Köszönjük neked azt, hogy neked gondod van ránk. And thank you for your provision for us. Köszönjük azt a sok áldást, amit te elkészítettél számunkra. Thank you for all the blessings that you have prepared for us. Atyánk, tényleg imádunk, dicsőítünk, és lerakjuk az életünket eléd. Lord, we honor you, we worship you, and we lay our lives before you. Tudjuk, hogy te jobban tudod, mint mi. We know that you know better than us. Szeretnénk ezeket a gátakat, ezeket a megakadásokat, ezeket az akadályokat, amik az életünkben vannak, amik gátolnak abban, atyám, hogy megtapasztaljunk téged, azokat elgörgíteni. Lord, we want to just place these burdens, these obstacles that are between us and you. We want to be able to break through these. Mennyi atyám, te csodálatos dolgokat terveztél mindannyiunkkal. Heavenly Father, you have planned wonderful things for us. Szeretnénk ezt maximálisan megélni. And we want to live out these things to the full. Szeretnénk a nevünkhöz méltó életet élni. We want to live a life worthy of our name. Segíts ebbe minket, Istenem. Help us in this, Lord. Ez az egy, amit tudunk tenni. This is the only thing we can do. Vigyél minket tovább. Take us forward. És használj minket ezekkel az ajándékokkal. And use us in these gifts. A te drága nevedben. In your precious name.
meghajtom most térdemet, viharban így nyugtott lelek, minélküled csak szétesett, elit hozom szívemet. Minden órán, minden percben, minden lélegzetben, te tarts, te vég, legyél velem, Uram, rád van szükség. Hol mély a bűn, fájnak sebek, ott látom meg kegyelmedet. Csak te adsz szabadságot, bennem élsz, így szent vagyok. Not
te véd, legyél vele, Uram, rád van szükségem. Tűnik el.
Fenséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben, hűséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben, hűséges, fenséges, irgalmas. Szerelmed végtelen, a világban nem ér fel veled senki sem. Jézus szomjúságom csillapítsd bennem. Jelen léted, mennyország neked. Most már örökre.
várok rád, míg szemeim arcod fényét meglátják. A világban nem ér fel veled senki sem, Jézus szomjúságom csillap is bennem. Gyere, ezt vald meg! Jelen létem, menj ország nekem. 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 Ó Jézus, ó
Amit a szem nem látott, amit a fül nem hall, és a szívük meg se volt, az, amit készített nekünk az Ó. Amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és a szívünk meg se gondolt, az, amit készített nekünk az Ó. Amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és a szívünk meg se gondolt, az, amit készített nekünk az Ó. Szeretünk téged, Jézus, téged fáz szívű, legyen kedves előtte, az, amit készítem meg, az Ó. Amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és a szívünk meg se mondott, az, amit készítem meg, az Ó. Szeretünk, szeretünk téged, Jézus, téged vár a szívünk, legyen kedves előtte, új lendületem, új lelkületem, eleven én.
Szereted égő szíve, Szent Szellem, tegyél mai csodát. Adj új tüzet! Adj új tüzet a szívünkbe, hozz ébredést a lelkünkbe. Tegyél teljesen újjá, tegyél teljesen újjá. És szomjas a szívem rád, várom, hogy újra betölts és rám szállj. Szent Szellem, tegyél mai csodát. Adj új lendületet, új lelkületet, eleven életet, érted égő szívem. Szent Szellem, tegyél mai csodát. Adj új tüzet a szívünkben, hozz ébredést a a lelkem is szomjas a szívem rád, várom, hogy újra betölts és rám száll. Szent Szellem, tegyél mai csodát. Adj új lendületet, új lelkületet, eleven életet, érted égő szívem. Szent Szellem, tegyél mai csodát. Adj új tüzet a szívünkbe, hozz ébredést a lelkünkbe. Tegyél teljesen újjá, tegyél teljesen újjá. Jöjj el újra erővel, Isten szent tüzével. Jöjj közénk ma is dicsőséggel. Lobbanjon új tűz a szívünk. Tölt a bíg, szívünk gyere.
Így van, atyánk, ez a szívünk vágya, hogy töltsd be minket tetőtől talpig. Father, this is our desire that you would fill us from the bottom of our feet to the top of our head. Hogy tégy csodákat. That you would do a miracle. Hogy lássunk téged, hogy az arcunk az ragyogjon vissza téged. That we might see you and that your gaze might be reflected on our face. Ahogy kimegyünk a világba és hirdetjük a te nevedet. As we go back into the world, declaring your word. Szeretnénk ezt a te erőddel tenni, a te lelkeddel tenni. We want to do this by your power, by your word. Jézus, úgy, ahogy ezt te tetted. Jesus, just like you did. Menj, Atyám, áld meg így a mai estének a hátralévő részét. Heavenly Father, I ask that you would bless the remainder of this evening. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Thank you for speaking to us. És hogy a kezeidben vagyunk, és itt a te szent lelked. And that you hold us in the palm of your hands, that your Holy Spirit is here. Áldunk ezért, Atyám. We worship you for this. Amen. Amen.